Kennedynek a gázriasztó revolvereiről őszintén szólva sose voltam túl nagy véleménye. Maximum durogtatni jó, de annak se igazán biztonságosak a többségük, hiszen a dobjuk általában szabadon forgott körbe, nem volt passzív üdőszegbiztosításuk, nem lehetett őket egyáltalán megtöltve hordani, és ha leestek volna, akkor elsülnek. Ezzel szemben a 2013-as Iván tavaly kijöttek a Bruni New 380 jelzésű revolverrel, ami teljesen más. Ezt nem kellett ráduplázni. Mint látható, ez a fegyver a Smith & Wesson Model 6357 Magnum revolvert másolja formájában. Annyira szolgai ez a másolás, hogy még rámásolták ezt a gyerekzárt és a hozzátartozó L, azaz locked jelzést is, a kis nyíllal, ami itt ugye csak az öntvényben egy mélyedés, a valódi éles 357-esnél pedig egy gyerekzár, és itt aztán az égvilágon semmi funkciója nincsen. Ezzel szemben a tokfedélen, a túloldalon semmi nem indokolja ezt a kiemelkedést, mert ilyen viszont nincsen az igazi 357-esen. Tehát a Bruni New 380 a cellérésbe állott 9 mm RK riasztó töltényel próbáljuk ki. Maga a revolver egyébként egy 9 mm Erknal kaliberű, ötlövetű kis forgópisztoly, ami készül ezzel a rövid kétszoros csővel, de van belőle egy hosszabb háromszoros cső is. A többi Brunitól eltérően ennek a fegyvernek nem forog szabadon a dobja, teljesen normális dobolretállása van, sőt, elől egy külön egy kis rugosztott stift is rögzíti a dobot, pontosan a dobtengelyt, ott, tehát amikor bepattam, ami igazából ebbe az árkategóriába teljesen páratlan, hiszen ez csak a jóval drágább Weyrauch gázrevolvereken megszokott. Ez teljesen életűen másolja az igazit. Ezen a fegyveren van passzív ütőszegbiztosítás is, tehát az ütőszeg csak akkor tud kijönni a tűzfalból, hogyha teljesen hátrahúzom az első billentyűt, amint elengedem, visszamegy, hiába éri ütés a kakast, ez a fegyver ez nem fog magától elsülni. Még a fegyvert megfejelték, egy egészen jó fogású és ilyen gumiszerű tapadó, érzést adó markolathéjjal is, ami ugyancsak ehhez az árfekvéshez képest kifejezetten jónak mondható. Egyben most. Akkor nézzünk néhány negatívumot is ezzel erről a fegyverről. Ugye a tok és a dob spiáterből van, ezzel még nem is lenne semmi baj, tudomásul veszük, hogy mennyibe kerül. Kicsit lüskös a felülete, az is teljesen rendben van ezért az árért. De vannak ilyen apróságok, hogy a dobforgató koszorú is bizony sajnos spiáter. Én nem látok a tűzfalban a célbetétet se. És ami nekem azért fájó, hogy ugyan a csőfardok hézagnak a jelentősége az erősen túldimenzionált, de azért ez a közel 3 mm-es hézag, ami itt van, ha ráközelítünk, akkor látjuk, azért ez már egy picit sok. Hát, dur-dur. Még egy. A revolver csövében egy kereszt alakú két acéllapból összeálló akasztó van, a csőtorkolatba menetet furtak, amihez egy acélrakétalövő toldat tartozik. Érdekes még, hogy a dobfuratok szemből feltűnően nagyméretűek, tehát kb. 8 mm-esek. És természetesen ugye a
9 mm-es töltényű furatokhoz képest. Elől ezek a furatok eltúltak, és van középen egy acélgyűrű, ami köré van öntve, ez a spiáter dob, így nem felfúrható ez se. Fegyvert üresen ne csettegtessünk. Egyébként a sütés kicsikét reszelős, de relatíve jó érzetű. Tehát ahhoz képest, hogy a olasz gázrevolverektől miért szoktunk meg, ez lényegesen egy kategóriával jobb. És ez még felhúzható single actionbe is, amit mondjuk sok értelme nincsen. És egész pontosan forgat be. Teljesen használható ebben az állapotában.